Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Újra kedvezően alakulnak a gyümölcshozamok a Vármegyében. Almából kifejezetten jó, szilvából legalább közepes termés várható. Ezzel is foglalkozunk mai műsorunkban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Biztonságban otthonunk, rendőrségi tanácsok nyaralás idejére. Gyümölcskörkép, prognózis alma és szilva fronton. Stop árstop, a kötelező akciózás váltja fel. Fejlesztések Tisza nagyfaluban, utakat korszerűsítenek a településen. Bár már a nyár utolsó hónapjában vagyunk, sokan a következő napokra, hetekre időzítették hosszabb üdülésüket. Ilyenkor legsebezhetőbb azonban otthonunk, mert amíg mi pihenünk, a betörők nem. A lopás célpontjai elsősorban a családi és sorházak, ahová akár egy-két perc alatt is bejuthatnak. Ezért is fontos, hogy ne posztoljuk előre a közösségi oldalakon, hogy üres lesz a lakás. A hasznos rendőrségi tanácsok mellett a következő bejátszásból az is kiderül, jelen vannak-e még az unokázós csalók a Vármegyében. Klasszikus hiba, amit sokan elkövetnek a nyaralás megkezdésekor, hogy azonnal becsekkolnak a közösségi oldalakra a repülőtérről, vagy posztolnak a horvátországi szállodából. Ezzel ugyanis a rossz szándékú emberek tudtára adják, hogy üres a lakás. Ez pedig könnyített terep a betörőknek, akik akár egy-két perc alatt is bejuthatnak. A posztolás tehát kerülendő, az aktív és passzív biztonsági rendszerek használata viszont ajánlott. A nyilászárlóknak a védelme, ha lehet szerelje fel, rácsal az ajtót. Fontos, hogyha egy mód van, akkor riasztót felszereljen, vagy akár kamerarendszert telepítsen a ingatlanhoz. Az is fontos dolog, hogy a szomszédokkal jó viszonyt ápoljon mindenki, figyeljenek a lakásra, vagy barátot kérjünk meg, hogy figyeljenek a lakásra. A postaládát ürítsék, ne legyen az, hogy hivalkodó, hogy tele van levelekkel, és ezzel tippet ad megint csak az elkövetőknek az, hogy nincs ürítve és nincsenek otthon a háziak. Tehát mindenképpen kell egy jó szomszédi viszony. Ettől függetlenül persze megtörténhet a baj. Ebben az esetben, hogyha valaki azt tapasztalja a nyaralás végén a hazaérve, hogy a lakásban, az ingatlanban betörtek, akkor ne kezdjen kereséseket végezni, hogy mit vittek el, milyen van meg, vagy mit kell egyáltalán keresni, hogy tegyen bejelentést, vagy a 112-es segélyhívón, vagy ha van a közelben rendőr, akkor értesítse a rendőrt, és meg kell várni, hogy a rendőrség megkezdje az azonos cselekményeket, hiszen a helyszínnek az eredeti háború történő megőrzés az nagyon fontos dolog ilyenkor. Ez egyfajta sikere lehet, a kulcsa lehet egyébként az elkövető elfogásának, és persze az értékek megtalálásának. Azt kell látni, hogy a lakásbetörésekben egy komoly változás van, nem csak a mi Vármegyénkben, hanem egész Magyarországon. Tehát azt is látni kell, hogy éveken keresztül egy jó gazdasági helyzetben lévő körülmények között azok az elkövetői körök, akik korábban betörést követtek el, abban az időszakban legális vagy legálisnak tűnő jövedelmet szereztek. Most viszont, hogy mostani gazdasági helyzet is indukálja azt, hogy talán visszatértek erre a profilra, illetve hát nyilván a Covid okozta ott bezártság, az megint csak megnehezíti a lakásbetörést, hiszen a család otthon van. Így egy egészen jó statisztikai mutatószám volt korábban éveken keresztül, ebben most azért el kell ismerni, hogy van egyfajta növekmény. Ennek, hogy mondtam, sok minden közrehatása van, de egy biztos, hogy sokat lehet tenni a sértető oldalról is annak érdekében, hogy ne legyen senki ilyen bűncselekménynek az áldozata. Tehát aktívan közre lehet működni, meg lehet erősíteni a lakásnak a védelmét, és lehet tenni annak érdekében, hogy senki ne váljon ilyen típusú betörés és lopás áldozatává. Nyáron gyakori a szellőztetés, és a nyitva hagyott ablakok miatt megszaporodnak a gyors, besúranásos lopások is. Nagyon fontos dolog, hogy ha valakinek utcafonton nyílik az ajtaja, az ablaka, akkor a zárja be, csak a szellőztetés idejére maradjon nyitva. Kaput ne hagyjuk nyitva, zárjuk be. Tudom, hogy valaki 20-30 évvel lakik egy helyen, és mindig nyitva van a kapu, de akkor is nyugodtan zárja be. Illetve azt tapasztaljuk, hogy például a gépkocsi lopások, feltörések esetében, hogy nagy a sejteti közrehatás, tehát fontos dolog, hogy a gépkocsit zárjuk le, akár az udvaron is zárjuk le, ne hagyjuk benne a nyitókulcsot, ablakokat húzzuk fel. És visszatérve a lakásbetörésre pedig igen, fel kell szerelni rácsot, fel kell szerelni riasztót, be kell zárni az ablakokat. Ha valaki nyilászáró cserét tervez, akkor figyeljen oda arra, hogy olyan nyilászárót vásároljon, hogy több ponton záródik. A belrajtóajtótnál ugyancsak fontos, hogy ne csak a dizájn, hanem tényleg biztonságot is adjon. Ma már azért nagyon sokat lehet tenni annak érdekében, hogy biztonságosat tegyük a saját lakásunkat, és azt is el kell ismerni, hogy nyilván, ha valahol nagyon be akarnak törni, akkor is be fognak törni nagy valószínűséggel, de meg lehet nehezíteni az elkövetőknek a dolgát, és vissza lehet őket tartani ilyen hasonló eszközökkel. Nyilván anyagi lehetőségek függvényében, de sokat lehet tenni annak érdekében, odafigyeléssel, hogy senki ne legyen ilyen bűncselekménynek a sértetje.
A tapasztalatok szerint a betörők elsősorban a családi házakat, sorházakat részesítik előnyben. Kevésbé vonzóak számukra a lakótelepi lakások, de a negyedik emelet felett már nő a veszély, mivel minél magasabban van a lakás, annál kisebb a lakók mozgása. Az értéktárgyakat azonban sehol sem szabad szem előtt tartani. Felhívnak mindenkinek a figyelmét, hogy nagy értékben, nagy mennyiségben készpénz senki ne tároljon otthon. Nyilván aranyékszerek jöhetnek szóba, porcelán dolgok, vagy műszaki cikkek, amelyeket el lehet adni hamar, ugye a fekete piacon vagy egymás között. Tehát mindenképpen olyan értéket tulajdonítanak az elkövetők, amelyeket könnyen meg tudnak szabadulni, könnyen tudnak értékesíteni. Éppen ezért kérjük azt, hogy egyrészt sok készpénz senki ne tároljon otthon, a másik pedig az, ami szintén egy hasznos és praktikus dolog lehet, hogy egyfajta házi leltárt érdemes készíteni, arról, milyen értéktárgyak vannak otthon, lehetőségünk fotó hozzák is le, egy nyilvántartás arról, milyen értékek vannak a házban, amelyek jelentősebb összeget képeznek. A bűnözők nem csak betöréssel juthatnak be a kiszemelt ingatlanba, léteznek ennél finomabb módszerek is. Nagyon szerencsések vagyunk, az elmúlt időszakban egy csökkenés tapasztalható, és ebben nincs semmiféle változás, de nyilván kell az éberség, kell a lakosságnak az odafigyelés annak érdekében, hogy így is maradjon. Nyilván itt arról van szó, hogy az elkövető különböző ürügyet kitalálva, vízre van szükségük, rosszul vannak, telefonálni szeretnének, bekérdezkednek az ingatlanba, ketten hárman vannak, valamelyikük vagy akár kettő is elterelő a figyelmét az ingatlan tulajdonosának, és a harmadik személy pedig valamilyen kutatást végez, értéket keres, amit azonnal lehet tud lopni, és el tudnak vinni az ingatlanból. Ha erre odafigyelünk, akkor nyilván, ha szomjas valaki, vigyük ki, ne engedjünk be senget, ez az alapvető szabály, vigyünk ki egy pohár vizet, vagy tegyük lehetővé, hogy telefonáljon mondjuk, de ne engedjük be az ingatlanba semmiképp. Nyilván itt inkább a gyerekeknek a otthonléte, ami érdekes, őket fel kell erről világosítani, hogy idegeneket ne engedjenek be a lakásba, igazából ne is álljanak vele szóba. Ha valami probléma, bárki a kapu előtt csenget, akkor hívják fel a szülőt, legyen egy elérhetőség, akit tudnak keresni, és el tudják mondani neki, hogy mi történt, mi az, amiben segítséget kérnek. Ezek a típusú bűncselekmények odafigyeléssel azt kell mondjam, hogy szinte teljes egészében megelőzhetőek lennének. Néhány évvel ezelőtt az unokázós csalók fogalma is elterjedt a megyében, főleg Nyíregyházán, kísérleti szakaszban és végrehajtás közben is fogott el ilyen csalókat a rendőrség. Ennek lényege, hogy az idős nagyszülőt ismeretlenek felhívják az éjszaka közepén azzal az indokkal, hogy az unokája balesetet szenvedett és azonnal pénzre van szüksége, hogy rendeződjön a probléma. Az unoka azonban nem tud érte menni, de elküldi egy barátját, aki a helyszínre viszi majd a nagyszülőktől kapott pénzt, vagy esetleg nagyobb értékű ékszert. Nagyon fontos dolog ilyenkor, hogy a nagyszülő egyrészt kérjen egy visszahívást, meg tegyen fel ellenőrző kérdést, hogy melyik unokámról beszélünk egyáltalán, hiszen honnan tudná az elkövető, hogy pontosan hogy hívják az unokáját. De a legfontosabb dolog az, hogy hívja, akkor jó, de teszem unokám, és vissza foglak hívni mindjárt. És nyilvánvalóan akkor kiderülhet nagyon gyorsan, hogy ez egy csalásról beszélünk. Tehát itt megint egy olyan dologról beszélünk, hogyha erről fontos, hogy a szülők és az unokák is, a nagyobb unokák is beszélgessenek a nagyszülővel, hogy nem életszerű az, hogy egy közlekedési baleset helyszínére ékszert kell kivinni, hogy megoldják a problémát. Az sem életszerű, hogy készpénzt kell kivinni a helyszínre, és ezt a rendőrnek át kell adni a helyszínen, hogy ne legyen belőle probléma. Tehát ezek mindig olyan trükkök, meg olyan módszerek, amelyeket, hogy végig gondolunk, akkor nincs benne életszerűség. Az elmúlt évek kommunikációjának azonban úgy tűnik van hatása. Egyre kezdetibb szakaszban dugába dőlnek a csalók próbálkozásai. Szerencsére az elmúlt időszakban ezek egyáltalán nem érték el a céljukat, tehát nagyon komoly propaganda tevékenység van a rendőrség részéről, prevenciós munka az unokázós csalások megelőzése érdekében. A megyei nyugdíjszövetsége nagyon jó kapcsolat, úgyhogy azt kell mondjam, hogy azért a nyugdíjasoknak a túlnyomó többségét el tudtuk már érni ezzel a történettel, hogy miről is van szó. Kísérleti szakaszban maradnak ezek az elkövetések, de azért azt látni kell, hogy ha egy is bekövetkezik, az egy is sok, egy is pont több egyel, mint amennyinek kellene lennie. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy erről folyamatosan beszéljünk, hiszen ahogy mondtam, korábban évekkel ezelőtt volt erre példa, most évekig nem volt példa, most megint volt példa, tehát ez egy ilyen hektikusan változó történet, de nyilván az elkövetői kör az nem fogja feladni, az úgyis fog próbálkozni, nekünk pedig beszélni kell erről. Azért is fontos rendszeresen beszélgetni erről, mert a mesterséges intelligencia terjedésével folyamatosan érkeznek az újabb módszerek. A robot már képes lesz a szüleink vagy a gyerekeink hangján és stílusában megszólalni, így a telefonon érkező segélykérés az unoka valódinak ható, utánzott hangján is elhangozhat. A tavalyi katasztrofális év után ismét jó termés ígérkezik a vármegye almaültetvényeiben.
Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke azt mondta, országos szinten mintegy 500-550 ezer tonna közötti hozam várható, az étkezési és az ipari felhasználású alma arányai azonban egyelőre kérdésesek. A szervezet a várható szilvatermésről is elkészítette a prognózist. Vár országos átlagban a közepesnél gyengébb hozamot jósolnak, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kielégítő az ültetvények jelenlegi állapota. Kevés az alma, gyenge minőségű az alma. Az utóbbi években főleg ezeket lehetett hallani a termelőktől. Tavaly még rosszabbra fordult a helyzet. A gyakori tavaszi fagyok, majd a vége láthatatlan aszályos időszak miatt az elmúlt évtizedek leggyengébb terméshozamát produkálták az almafák. Az átlagosnak számító 500 ezer tonna helyett mindössze 280 ezer tonnát szüreteltek le 2022 őszén. Idén sokkal jobb lehet a helyzet, derült ki a Fruitweb augusztus 1-én kiadott előzetes felméréséből. Ebben az évben merőben jobb a helyzet, mint tavaly, legalábbis a termés mennyiségét tekintve. Az elmúlt években gyakorlatilag mindig rossz évjáratot éltünk meg. Az utolsó jó évjárat termésmennyiségi szempontból 2018-ban volt, amikor 725 ezer tonna almát születeltünk. Jó lehet, piaci szempontból ez nem volt jó év, mert 50-100 ezer tonna alma betakarítatlanul maradt, nem talált gazdára, feldolgozó kapacitások, illetve tárlókapacitások hiányában, vagy azok szűkössége miatt. De 2018-at követően minden évben 300-400-450 ezer tonna körüli almatermést éltünk meg, olyannyira, hogy ez tavaly tetőzött negatív csúcsként, és tavaly elkönyvelhettük minden idők egyik leggyengébb hazai almatermés termését 280 ezer tonnával. Idén sokkal jobb termést várunk, azt nem lehet mondani, hogy a tavalyi termés duplája, de közelít ahhoz. Amit jelen állás szerint látunk, az egy 500-550 ezer tonna közötti mennyiség. Ennek java része ugyanúgy, mint minden évben ipari alma lesz. Jelenleg az ipari alma mennyiség egy olyan 400-430 ezer tonnára becsülhető, hozzátéve, hogy ennek 85-90% a sűrítmény célú léalma, 10-15% pedig minden más feldolgozóipari irány. Étkezési almából egy 100-120 ezer tonnát látunk, ami kevesebb, mint egy jó évjáratban, és még ebben azért van egy nagyon nagy bizonytalanság, mert amit nehezen tudunk becsülni, az a varasodás fertőzés mértéke, és az ebben az évben messze átlagon felülnek tűnik, illetve nehezen becsülhető a jégverések okozta minőségi kár, ami nem mennyiségi kiesést okoz, hanem étkezési alma tételeket sorol át gyakorlatilag ipari almába. És az, hogy ez milyen mennyiség nehezen becsülhető, éppen ezért az étkezési alma pontos mennyiségét nehezen látjuk. Jó esetben pont elég lesz a hazai piacoknak, de rosszabb esetben, amennyiben a varosodás fertőzés mértéke és a jégkárok nagyobbak vagy még nagyobbak lesznek, mint ami most látszik, előfordulhat, hogy a hazai piacokra sem lesz elegendő étkezési almánk. Apáti Ferenc hozzátette, a Mátészalka Nagyecset Csengerújfalu vonalon és Kisvárda térségében is komoly károkat okozott a jégeső a fejlődő almatermésben, így az már szinte bizonyos, hogy az érintett ültetvényeken csak ipari célra tudják felhasználni a gyümölcsöt. Az európai prognózisok egyébként a következő napokban jelennek meg, ezek kiértékelése után lesz meghatározható, hogy milyen ára lehet idén a magyar almának. Idén tavasszal és nyáron sem a csapadékra, sem a hőmérsékleti viszonyokra nem lehet panaszunk. A csapadék ellátottság közel optimális, és a hőmérséklet szempontjából is nagyon kedvező az, hogy június elejét és július elejét leszámítva, amikor volt néhány napos vagy talán egy hetes kánikulai hullám, nem volt jelentős hő és sugárzási stressz, ami azért nyáron tud termésdepressziót okozni. Emlékezzünk csak a tavaly nyára, aszály és borzasztó nagy hőség, apró maradt a gyümölcs. Megkockáztatom, hogyha tavaly lett volna 2-3 jó csapadék nyáron, és az az apró gyümölcs megnőtt volna egy normális méretre, akkor nem 280 ezer tonna almánk lett volna, hanem 400 ezer tonna, tehát ott a gyümölcs méretben
benne maradt egy jó 30-40%. Idén a gyümölcsmérettel nincs gond, hogyha az időjárás olyan marad, mint az elmúlt 2-3 hónapban, akkor azt gondolom ezeket a prognosztizált mennyiségeket fogjuk tudni realizálni. Ami picit aggasztó az előző hetek tapasztalata alapján, látva a kb. 3 hete Mátészalka, Nagyecsed, Csengerújfalu vonalon kialakuló szupercellát és annak óriási jégveréseit, pusztításait, vagy a pár nappal ezelőtt Kisvárdát ért nagyon jelentős jégkárt, ezeknek a jégveréseknek a valószínűsége még a következő hetekben is fennáll. A jégverések döntően nem mennyiségi kiesést okoznak, ahhoz nagyon nagy jégnek kell lenni, hogy még ipari almának se legyen alkalmas a termés, hanem étkezési almatételeket tolhatnak át ipari almává. Tehát azt gondolom, a következő hetek időjárásában már inkább az a kockázat van benne, hogy mennyi étkezési alma marad az ültetvényeken, vagy mennyi fog ebből átminősülni ipariba. A lengyel almatermés az, ami az elmúlt években leginkább meghatározta nem csak Magyarországon, hanem egész Európában az alma árát. Nincs erről jelen pillanatban konkrét információnk. Az európai termés prognózis tapasztalatait augusztus közepére fogjuk értékelni, és augusztus közepén fogunk megjelenni részletes piaci elemzéssel, értékeléssel és piaci prognózissal, ami már a termés prognózis pontosításán túlmenően tartalmazni fog árkilátásukra vonatkozó előrejelzést is. Alig pár hét van hátra a szilvaszüret kezdetéig, így már egész pontosan megbecsülhető, milyen mennyiségű és minőségű termést hoznak a fák. Az országos 5800 hektárból nagyjából 1600 hektárnyi ültetvény található Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Fruit Web és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közösen elkészített prognózisa szerint a gyümölcsfák kondíciójára továbbra is hatással van a tavalyi aszály, de a tavaszi fagyok is okoztak károkat. Észak-Kelet Magyarországon azonban jobb a helyzet, mint az ország más részein. Magyarországon összesen mintegy 6000 hektár szilvaültetvény található. A normális évjáratokban 60 ezer tonna körüli termésmennyiséget szüretelünk, de a legjobb évjáratokban volt már 80 ezer tonna szilvánk is, míg a legrosszabb évjáratot 2020-ban éltük meg 25 ezer tonnás termésmennyiséggel. Tehát ez az az intervallum, ahol az elmúlt években ingadozott a szilva termés. Ebben az évben egy gyenge közepes termést várunk, 40 és 50 ezer tonna közé becsülhető termésmennyiséggel, és a jelentős terméskiesésnek az oka megint a tavaszi időjárásban keresendő. A szilva korábban virágzik, mint az alma, így a szilvát sokkal érzékenyebben érintették az áprilisi fagyok, valamint sokkal érzékenyebben érintették az áprilisi, gyakran borult, hűvös, szeles, csapadékos időjárási hullámok is, akár éjszakai fagyok nélkül, aminek okán rossz volt a terméskötődés. Nagyon sok szilvaültetvényben tapasztalták azt idén, különösen az ország középső részében és Dunántúlon, hogy jó volt a virágzás, úgy tűnt, hogy jó a kötődés, majd a virágzás után 3-4 héttel egyszerűen csak eltűnt a szilva a fáról, és maradt egy nagyon gyenge termés, ami a rossz terméskötődésre vezethető vissza. Mindez most nagyjából azt a képet adja ki, hogy szilva termés szempontjából két részre szakadt az ország. Észak-Kelet Magyarországon, ahol a szilvatermő területünk szűk fele van, Szabolcs vármegyével az élen, egész jó a termés, fajtától, ültetvénytől függően közepes és jó minősítést kaphatnak az ültetvények, viszont a többi jelentősebb termesztő körzetünkben, mint Pest és Bács-Kiskun megye, valamint a Dunántúl, kifejezetten gyenge, egyes esetekben legfeljebb közepes szilvatermést látunk. Apáti Ferenc hozzátette, a közepesnél gyengébb hozam várhatóan azt eredményezi, hogy a termés kétharmada kerül ipari felhasználásra, és egyharmad lesz a friss piaci étkezési szilva mennyisége. Amikor van egy normális 60 ezer tonna körüli szilva termésünk, akkor azt lehet mondani, hogy ennek kb. Fele a feldolgozó iparba, fele pedig a friss piacra kerül. A friss piaci szilva mindig, hogy úgy mondjam, nyűgösebb, mert azt kézzel, kocsánnyal takarítjuk be, a jelenlegi munkaerő hiányos gazdasági környezetben pedig borzasztóan nehéz
kellő mennyiségű és minőségi munkaerőt találni a kézi születhez. Ezért nagyon sokan már eleve arra rendezkedtek be, hogy inkább gépirázású ipari szilvát termelnek, és értékesítenek alacsonyabb áron, és lemondanak a kézi szedésű, egyébként magasabb áron eladható friss piaci szilváról. Egy ilyen gyengébb termési évben, mint az idei, a 40-50 ezer tonnával, én azt gondolom, hogy valószínűleg a kétharmadhoz fog közelíteni az ipari szilva, és egyharmadhoz a friss piaci étkezési szilva mennyisége. Az elmúlt egy hónapból úgy láttuk, hogy az árak viszonylag kedvezően alakulnak, a tavalyi fölött pár százalékkal. Az ipari szilva ára jellemzően a 90 és 150 forint közötti sávban mozgott, a lekvár vagy más nem olyan szigorú minőségi követelményeket támasztó feldolgozóipari ágazatok 90-110 forint körüli áron vásároltak, a konzervipar, a hűtőipar, amely majdnem a friss piacihoz hasonló minőségi igényeket támaszt a szilvával szemben, 120-150 forint közötti áron vásárolt, de a szezon legelején még 200 forint körüli ipari szilva árakat is láttunk. A friss piaci árak a 200 és 300 forint közötti ársávban mozogtak, természetesen mindezek alatt értve nettó termelői árakat. Augusztus 1-től megszűntek az élelmiszerárstoppok. Ez viszont nem feltétlen jelenti azt, hogy drágábbak lesznek az érintett termékek az üzletekben, miután azok a kötelező akciózás részei lesznek az év hátra lévő részében. A kormány arról is döntött, hogy megemelik a szép kártyára utalható keretösszeget, és lehetővé teszik, hogy ebből a pénzből hideg élelmiszert is lehessen vásárolni augusztus 1-től. Másfél évvel ezelőtt tették ki jól látható helyre ezt a tájékoztató táblát az egyik nyíregyházi hipermarketben. A leírás azokat az alapvető élelmiszereket sorolta fel, amelyeket a kormány döntése értelmében kötelezően hatósági áron kellett értékesíteniük az üzleteknek. Ebbe a körbe tartozott a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó étolaj, a sertéscomb, a 2,8%-os tehéntej, valamint a csirkemell és a csirkefarhát. Augusztus 1-től ez a szabályozás már nincs érvényben, az üzletek maguk határozhatják meg a termékek árát, azok ugyanakkor a jövőben részei lesznek a július 1-től bevezetett kötelező akciózásnak. A kormánynak a törekvése azért ez egy hosszú időre tekint vissza, mert 17 hónapot éltek meg a legalábbis az élelmiszereknél az ársapkák. Az üzemanyagoknál ez kevesebb. Egyébként érdekes, hogy maga az ársapka volt a legtöbbet keresett szó az interneten, és valószínűleg az üzemanyag ársapka miatt. És most augusztus 1-től ezeknek a termékeknek megszűnik az ársapkája. Helyette kerül be ez a kötelező akciózás, és az a lényege, hogy ezek a termékek, amelyek korábban ársapkások voltak, ezek is bekerülnek a kötelező akciós körbe, mégpedig úgy, hogy a bruttó beszerzési árnak a 15%-kal csökkentett áron kell ezeket értékesíteni, vagyis ezek is bekerülnek a kötelező akciós részbe. Az élelmiszer árstoppot a magas európai infláció és a rohamosan emelkedő élelmiszer árak miatt vezette be a kormány. A változtatás azonban időszerű volt, tette hozzá Balogh Zoltán. Beavatkozott a kormány nyilván a piaci folyamatokba azzal, hogy alapvető élelmiszereknek az árát megpróbálja alacsonyan tartani. Ennek mindenfajta inflációs hatásaival próbálta visszaszorítani. De nyilván egy bizonyos szint után már nem szerencsés az, és ezt különböző szervezetek, így a kamara is jelezte, hogy ki kellene vezetni az ársapkákat, mert piasztorzító hatása van. Ez látszik is, hogy nyilván a nagy kereskedelmi láncok átlag áréssel gazdálkodnak, és bizonyos költségeket próbálnak az árésükkel fedezni. Tehát nyilván, hogyha valahol veszteséget szenvedtek el, mondjuk itt az ársapkás termékeknél, akkor azt egyéb termékeken próbálták behozni. Ebből adódik az, hogy azért láttuk magunk is, hogy néhány terméknek pillanatokon belül megnövekedett az ára, majdnem sok esetben a 40-50-60%-kal is. A Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke hangsúlyozta, miután a kiskereskedelmi forgalom az utóbbi időszakban jelentősen csökkent, az üzletek harcolni fognak a vásárlókért. Ez várhatóan az árak mérséklésében fog megmutatkozni, amelyet a gazdasági versenyhivatal által létrehozott online árfigyelő rendszer is segíthet.
kereskedőként én is azt tudom mondani, hogy jelenleg is akciózunk, és a 10-15%-ra ment fel most ez a kötelező akció mértéke. Én úgy gondolom, hogy ez sem sok. Tehát a 15%-os akció az egy reális lehetőség a kereskedők részéről, hogy használják. Nyilván itt azért ez egy fontos dolog, hogy itt vagyunk Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében, és itt azért azt tudni kell, hogy itt azért jóval alacsonyabb az egyfőre jutó átlagjövedelem, és a legmagasabb a megyék közül a munkanélküliségi ráta. Tehát itt azért ez nagy probléma, hogy kis vásárlerő jelentkezik, és ezért itt a jelenlegi kereskedő cégek próbálnak versenyezni majd a vásárlók után, mert hát azt tudjuk, hogy körülbelül 10%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Szintén komoly segítséget jelenthet a lakosságnak a kormány egy másik döntése, mely szerint megemelik a szép kártyára utalható keretösszeget, és lehetővé teszik, hogy ebből a pénzből hideg élelmiszert is lehessen vásárolni augusztus 1-től. A döntés értelmében augusztus 1-e és december 31-e között a munkáltatók a jelenlegi 450.000 forintos rekreációs kereten felül Széchenyi pihenőkártyákra egyszeri, legfeljebb 200.000 forintos összeget utalhatnak, ami béren kívüli juttatásnak minősül. Tovább fejlődik Tisza-Nagyfalu, jelenleg az ivóvíz minőségjavító program zajlik, melynek keretében nagyobb keresztmetszetűre cserélik a csöveket, közel 170 millió forintból. Az állami beruházás mellett vidékfejlesztési program is fut a településen. Két külterületi, a Tiszához vezető út kap hamarosan zúzott kőburkolatot. Így a horgászok komfortosabban tudják megközelíteni a Nagy Morotvát. Tisza-Nagyfalu egyik legforgalmasabb utcájában, a Kossuth úton dolgozik az aszfaltmaró. A teherautóba kerülő darált aszfaltot később elszállítják, hogy aztán újra bedolgozható legyen. A felbontott sávot a napokban új aszfaltszőnyeggel állítják helyre. A településen az ivóvízellátás mennyiségi és nyomásbeli viszonyainak javítása érdekében kezdődtek építési munkák. Ennek idejére forgalomkorlátozást is bevezettek a több mint 300 méteres szakaszon. Ez egy közös projekt Rakamaz, Témár és Tisza-Nagyfaluval egyszerre. A Tisza-Nagyfalura eső rész beruházásnak az értéke a 170 millió forint, az összberuházás értéke, állami beruházásról beszélünk, 910 millió forint. Jelenleg kicserélték a 100-as csövet egy 150-esre, ami Rakamazról érkezik Tisza-Nagyfaluba, és ezáltal nagyobb mennyiségű ivóvizet tud szolgáltatni a hírségvíz, mint szolgáltató. Tisza-Nagyfaluban jelenleg nincs eladó ingatlan, a község szinte teljesen benépesült. A folyamatosan növekvő lakosságszám miatt időszerű is volt ez a fejlesztés. Konkrétan a gyakorlati megvalósítás az ebben az évben kezdődött, a nyár folyamán, és ezen a héten meg is valósult, hiszen Nagyfaluban a többi településen még folyamatban vannak a munkálatok. Azért volt erre szükség, mert a ivóvíz hálózaton beérkező víz mennyisége már nem fedezte a Tisza-Nagyfalu vízigényét, és ezért cserélték nagyobb méretű átmérői csőre. Saját erőből sajnos nem tudunk ilyen nagy volumenű beruházást végrehajtani, ezért kérjük a kormányzat segítségét minden ilyen nagyobb, meg kisebb beruházások esetében is. Nem csak a község belterületén zajlanak a munkálatok. Bár a lánctalpas markoló most a töltésen pihen, a Tiszához vezető úton fog még dolgozni a nyár során. A település bekötő útjainak egy része egy nagyobb esőzés után szinte járhatatlanná válik. Pedig a helyi és környékbeli horgászok rendszeresen használják ezt az utat, hogy eljussanak a Tisza kanyarulatához. Tisza-Nagyfaluban a vidékfejlesztési program keretében, VP-s program keretében külterületi utak felújítására nyert pályázatot az önkormányzat. Ebből kettő darab külterületi utat tudunk felújítani, körülbelül 2 kilométer hosszon. Az útnak a szélesség az 3 méter széles lesz, és 50-50 centi útpatka tartozik hozzá. Ez az út a Tisza-Nagyfalu település életében nagyon fontos, mert így meg tudjuk közelíteni a hozzánk 1 kilométerre lévő Tisza folyót, és turisztikai szempontból ez nagyon fontos,
egyébként a horgászturizmust is érinti. Elkészül az úzok burkolat, akkor ezen már akár személygépkocsival is igénybe tudják venni a környezetet kedvelő emberek ezt a utat. Ennek az útnak a fejlesztés összege az 66 millió forint, 95%-os intenzitású, tehát az önkormányzatnak is közel 4 millió forintot hozzá kell tenni, de mindenféleképpen nagyon fontos ez a település életében, hogy a Tiszáig el tudjunk jutni, akár kerékpárral, akár gyalog, akár személygépkocsival. Ez a 66 millió forintos összeg tartalmazza az útnak a kitakarítását, a földmunkákat, a növényzetnek a írtását, a növényeknek a gyomtalanítását, a fák kitermelését, ha a geodét által kimért útvonalba beleesik. Aztán része még ugye a tervdokumentációnak az elkészítése, a műszaki ellenőri feladat, a nyilvánosság, közzététel és maga az útnak a szerkezetének a elkészítése. Ez az útszakasz, ez közel egy kilométer hosszú, és akkor a Tisza folyó torkolatához vezet, ahol van egy mesterségesen kiépített csatornánk, amiből tudjuk táplálni a nagy morotvánkat, és horgász turizmus szempontjából kiemelkedően nagy fontossága van, mert itt tudnak eljutni a horgászok a folyóhoz. A földmunkák már elkészültek, megvan az útnak az alapja, elkészült a bogárhát, és már most a kőborítást várjuk, és akkor ezzel be is fejeződik, még ebben az évben megvalósul ez a projekt. A Nagy Morotva nem csak a horgászok körében népszerű, a kikapcsolódásra, csendes környezetre vágyók is gyakran kilátogatnak ide. Sőt, a libák is szívesen totyognak a jó időben. Ezért nemrég a tó környékét is rendbe tette az önkormányzat. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!